kolléginák, kedves kollégák! Múlt héten első előadásunk alkalmával bevezetést nyertünk a bevezetésbe, az egyház történetbe, mint tudományba, próbálunk az alapokat és a távlatokat meghatározni, és szólni arról, hogy mit jelent az egyház történet, mint tudománynak a nemzetközisége, akár a forráskiadványokat, monográfiákat kaptunk, kiosztványokat és folyóiratokat nézzük, akár az azt művelő intézményeket. Ez a második előadása a bevezetésünk bevezetésének arról fog szólni, hogy milyen lehetőségek vannak azok számára, akik egyháztörténettel komolyabban szeretnének foglalkozni, milyen struktúrája, múltja, jelene és jövője az egyházi tudományosság fellegvárának, az örök városnak. Erről úgy gondoltam, hogy nem én fogok beszélni, hanem sokkal hitelesebb és méltóbb személy fogja ezt számunkra elmondani. Nagy szeretettel köszöntöm szörünkben főtisztelendő Carlo Pioppi professzorra, az Opus Dei Prelatúra tagját, a római Szentkere Santa Croce Egyetemnek egyháztörténész professzorát. Don Carlo kifejezetten azért jött Rómából tegnap és utazik vissza majd holnap, hogy bennünket tájékoztasson a római egyháztörténeti képzés múltjáról és jelenről. Nagyon szépen köszönjük, hogy jött, és akkor hallgassuk figyelemmel. A tolmácsunkat előző alkalommal már bemutattam, de Sülegi Katát akkor szeretném személyesen és még egyszer még így az előadás elkezdődik. Ugye ő arról híres, hogy pár éve, nem is olyan régen, még itt ült a bevezetés hallgatói között, és ő az első, aki a Santa Croce-n az egyháztörténeti képzést elvégezte, és hogy milyen jól megtanult olaszul közben, azt majd fogjuk hallani, meg már hallhattuk is. Allora ringrazio il professor Tuzzo che mi ha invitato a questo, sono onorato di poter essere qui con voi a dare questa lezione. Szeretném megköszönni Tuzsol Péter tanár úrnak ezt a kedves meghívót, és nagyon örülök, hogy megtartatom nektek ezt a kis bemutatkozást. Allora, come voi sapete, Roma è una città che ha molti ricordi storici. Ahogyan tudjátok, Rómában rengeteg sok történelmi emlék van. Dai monumenti all'archeologia. Vannak különböző régészeti lelőhelyek. Biblioteche, archivi. Könyvtárak, levéltárak. Una delle ricchezze culturali della città di Roma consiste anche nell'esistenza di ambienti di studi umanistici internazionali che sono collegati con la presenza a Roma della Santa Sede e in generale della Chiesa Cattolica. Essi rendono molto interessante per i cultori della storia un soggiorno in questa città. Egyike ezeknek a Róma városának kulturális örökségei közül külön meg kell említenünk azokat a bölcseleti, humanisztikus, nemzetközi intézményeket, amelyeknek valamilyen kapcsolatban állnak a szentszékkel, nem csupán a szentszékkel, hanem az egyházzal, a katolikus egyházzal úgy általában, és ez azért, és ezek annyira érdekesek lehetnek egy történés számára, hogy akár arra is inspirálhatják, hogy hosszabb időt Rómában töltsön. La prima cosa che si può trovare a Roma, molto interessante per gli storici, è la Biblioteca Apostolica Vaticana.
Az első olyan dolog, ami ezek közül az intézmények közül meg kell említenünk, az a pápai, illetve az apostoli könyvtár. Vatikán. Que si trova proprio dentro il Vaticano. Ami ugye a tanárunk kihangsúlyozta, hogy Vatikáni, a Vatikán területén belül található. Allora questa biblioteca è stata fondata dal Papa Sisto IV nel 1475. Ezt IV. Sisztus pápa alapította 1475. június 14-én. Già un papa prima di lui, Niccolò V, aveva riunito una serie di manoscritti presenti a Roma. Ötödik Miklós pápa, aki korban előtte volt ennek a IV. Sisztusnak, már készítette egy kis gyűjteményt. E infatti i fondatori di questa biblioteca sono considerati ambedue i papi. És ezért ennek a könyvtárnak igazából két alapítója van, ötödik Miklós és IV. Sisztus. Quindi in questa biblioteca troviamo libri e manoscritti di tutto il Medioevo. Ebben a könyvtárban ennek okán találunk az egész középkorból származó iratokat. In parte erano già a Roma, in parte sono stati portati a Roma da Avignone. Avignone è una piccola città del sud della Francia dove i papi risiedettero per circa 70 anni nel secolo XIV. Ezeket a kéziratok, vagy ezek a kéziratok egy részük jöttek Rómából, vagy jelen voltak Rómában, viszont a másik része az pedig Avignonból érkezett, ahol a pápaság közel 70 évig volt fogságban. Ez a város Dél-Franciaországban található. Poi nel 1622 fu aggiunto un'altra parte in questa biblioteca che si chiama Fondo Palatino. 1622-ben bővítik a könyvtárat a Palatinus fonddal, ami falci fondnak felel meg a magyar nyelven. Che fu un dono al Papa Gregorio XV da parte del Duca Massimiliano I di Baviera, che gli regalò la biblioteca palatina di Heidelberg, che era stata conquistata dai bavaresi durante la guerra dei 30 anni. A heidelbergi könyvtárat, aminek a tulajdonosa a bajor első Maximilian herceg volt, ő ajánlotta föl a pápa számára a könyvtárát, és ezt az akkori pápa 15. Gergely el is fogadja, és ebből alakul ki ez az új fond. Amúgy a Heidelberg egy császári protestáns város volt, melyet a 30 éves háborúban foglal el a katolikus liga csapatai. Nel 1657 fu aggiunto il fondo Urbinate, composto di libri della biblioteca dei duchi di Urbino, che era una piccola città dell'Italia centrale, basata sulla ricchissima raccolta di Federico III da Montefeltro, acquistata dal Papa Alessandro VII. 1657-ben 7. Sándor pápa adja hozzá a könyvtárhoz az Urbinói fondot. Ez az Urbinói város, ez Közép-Olaszországban található, és ennek a plusz fondnak az alapját Montefeltrói III. Ferdinánd gyűjteménye adta. A 15. századból valós ez a gyűjtemény. Nel 1690 fu creato il fondo Reginense, costituito con la biblioteca appartenuta alla regina Cristina di Svezia, che si era stabilita a Roma dopo la sua conversione al cattolicesimo e la sua abdicazione al trono scandinavo nel 1654, in quanto in Svezia il re doveva necessariamente essere protestante. 1690-ben alakul meg a királynői, az úgynevezett királynői fond. Ennek a története abban áll, hogy Krisztina svéd királynő protestáns vallásából katolikussá lesz, ezért el kellett hagyni a országát, és Rómában telepedett meg, és ahogy ilyenkor lenni szokott, hozta magával az összes otthoni dolgát, és ebből alakult meg ez a könyvtárnak ez a része.
poi seguirono altri fondi, poi i principali sono l'ottoboniano, il borghesiano, barberiniano, borgiano, rossiano e chigiano. Ezen túl is vannak még különböző apró fondok, például különböző hercegeké, ottoboni, borghese, barberini, borgia, rossiano és chigi. La Biblioteca Vaticana attualmente possiede circa 70.000 manoscritti, cioè antichi libri scritti a mano prima del XVI secolo. Ma a vaticani könyvtárban van 70.000 kézirat, tehát olyan könyv, amit kézzel írtak. Igen, poi? Poi 100.000 autografi separati, 7.000 incunaboli, che sono i primissimi libri a stampa, e 1.000.000 di stampati, cioè di libri, e poi migliaia di pergamene e di filze archivistiche. Azon túl van 100.000 olyan könyv, amit a szerzők kézzel írtak. Ez azért lehet fontos, mert hogy később ugye, hogyha elvesztek, akkor, tehát ez egy nagyon nagy kincs, hogyha egy szerző, egy középkori szerző maga írt egy könyvet. Azon túl van 7.000 inkunábulum, ami az első nyomtatványokból, első nyomtatványokat jelöli. Van 1.000.000 későbbi nyomtatvány, rengeteg, több 10.000 pergamen és különböző levéltári fond adat, dokumentum. Questa biblioteca è anche dotata di una prestigiosa scuola di biblioteconomia strutturata su corsi che durano un anno. És erre, mivel hogy ez egy nagyon összetett intézmény, egy könyvtártudományi iskolát is létrehoztak, amely különböző tanfolyamokat kínál, mindegyik egy-egy éves. Oltre alla Biblioteca Vaticana, vi sono nel centro di Roma molte altre biblioteche assai interessanti per lo studioso di storia. L'Angelica, che è la prima biblioteca del mondo aperta a tutti nel secolo XVII, la Vallicelliana, la Cassanatense, la biblioteca dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, quella dell'Istituto Storico Italiano del Medioevo, quella dell'Istituto Luigi Sturzo, che è specializzata sul movimento sociale cattolico nei secoli XIX e XX, la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, infine nei pressi della stazione ferroviaria per la Biblioteca Nazionale. A vaticáni könyvtáron kívül Róma központjában is van több nagyon érdekes, a tudós számára nagyon fontos könyvtár. Ilyen például az Angelica könyvtár, ami azért nagyon fontos, mert ez volt az első közkönyvtár. Ezen túl a tanár úr mondott egy felsorolást, még a Vallicelliana, a Cassanatense, illetve a Luigi Sturzo intézet, valamint a középkorral foglalkozó könyvtár, illetve a modern és legújabb korral foglalkozó könyvtár, illetve van a nemzeti könyvtár is a vasútállomás mellett. Poi ci sono gli archivi. In primo luogo gli archivi della Santa Sede. Beh, l'archivio segreto Vaticano, che è stato fondato nel 1610, ma con fondi molto più antichi. Possiamo trovare anche documenti della tarda antichità e dell'alto medioevo, che è stato aperto agli studiosi da Leone XIII nel 1883. Ezen túl, a könyvtárokon túl ott vannak a szentszéknek a különböző levéltárai. Első helyen a vatikáni titkos levéltár, ezt 1610-ben alapítják, de nem ekkor, tehát ekkor csak egy összegyűjtésről lehet beszélni, mert már a késő ókor és a kora középkortól is vannak benne dokumentumok, és azért titkos, mert mára már nem titkos, de egy időben nem lehetett látogatni, és ezt a nem látogathatóságot oldja föl 13. Leó pápa 1883-ban. In questo archivio sono versati i documenti di buona parte degli uffici vaticani e quelli delle nunziature di tutto il mondo. Le nunziature sarebbero le ambasciate del Papa in tutto il mondo. La collezione dei registri vaticani invece contiene in maniera continua, a partire dall'anno 1198, tutti i riassunti delle lettere papali inviate in tutto il mondo cristiano.
A levéltárban nagyrészt olyan dokumentumok vannak, melyek a különböző vatikáni hivatalokból kerülnek ki, illetve az egész világon található nunciatúrákból. A nunciatúrák azt hozzáfűzte a professzor úr, hogy a különböző nagykövetségei a idézőjelben a Vatikánnak szerte a világon, illetve vannak regisztrumok, melyekben 1198-tól folyamatosan a pápai levelek dokumentumokat őrzik, amelyeket szerte a keresztény világba kiküldtek. Nello stesso anno 1883 venne aperta presso questo archivio la scuola vaticana di paleografia, diplomatica ed archivistica, che offre tre diversi corsi. Uno biennale di paleografia archivistica e diplomatica, che si basa soprattutto sulla diplomatica pontificia, e due che durano un anno, quello di archivistica e quello di paleografia greca. A 1883-ban, tehát amikor megnyílik a vatikáni titkos levéltár, létrehoznak egy iskolát, egy vatikáni iskolát is, ami a paleográfiára, tehát az írásra összpontosul, illetve az oklevéltan, ez a diplomatika, illetve a levéltártanra teszi a hangsúlyt. Ezek három különböző tehát mind a hármat lehet külön tanulni is. Van, ami két éves, van, ami egy éves. Questo centro di insegnamento, questa scuola, compete per prestigio con l'École des Chartes di Parigi. És a parigi École des Chartes-tal működik együtt ez az intézmény, ez az oktatási intézmény. Quindi se qualcuno di voi vuole diventare un buon medievalista, frequentare questa scuola è molto utile perché dà un diretto approccio ai documenti, però bisogna sapere il latino, tutti gli esami sono in latino. Tehát, hogyha valaki szeretne egy jó középkorász lenni, annak szeretettel ajánlom ezt az iskolát, de jól kell tudni latinul. Poi, oltre all'archivio centrale, l'archivio segreto, ci sono alcune congregazioni vaticane. Le congregazioni vaticane sono come i ministeri del Vaticano, hanno mantenuto degli archivi separati, senza versare i loro documenti nell'archivio segreto. Tra questi spicca per importanza e ampiezza quello di Propaganda Fide, che è il dicastero fondato nel 1622 per occuparsi dell'opera missionaria in tutto il mondo. Túl a vatikáni titkos levéltáron vannak olyan vatikáni kongregációk, a kongregációk azok a minisztériumok, a Vatikánnak a minisztériumai, amelyek dokumentumait nem szükséges bevinniük a vatikáni titkos levéltárba. Ezek közül szeretném kiemelni a Propaganda Fide kongregációt, ezt magyarul hitterjesztési kongregációnak hívják, és itt szeretném így megragadni az alkalmat, hogy a Pázmányon van róla a szeminárium is erről a Propaganda Fidéről, ezt 1622 kettőben alapították, és ez foglalkozik a missziós munkával. Poi vi sono tutti a Roma, ci sono gli archivi delle case centrali degli ordini religiosi e dei missionari, quindi gli archivi dei gesuiti, dei cappuccini, dei teatini, dei barnabiti, dei salesiani, dei padri bianchi, tanti altri istituti. Aztán vannak szerzetes rendek levéltárai is, ezek például a jezsuiták, a kapucinusok, a teatinusok, barnabiták, szaléziak, a fehératyák, olaszul padre bianchi, és sok más ezen kívül. Tutti questi archivi hanno la caratteristica dell'universalità. Vi possiamo trovare infatti documenti che interessano i più diversi paesi dei cinque continenti. Questo fatto conduce a Roma molti storici di tutto il mondo. És mindegyik levéltárnak megvan az egyetemes jellege, ezért, mivel hogy szinte mindenhonnan vannak dokumentumok, ezért jön rengeteg tudós Rómába. La presenza di questi archivi e anche della Biblioteca Vaticana ha determinato a Roma la nascita di altre istituzioni collegate agli archivi e alle biblioteche. Sono gli istituti storici nazionali.
A vatikáni titkos levéltár és ezek a különböző, tehát a vatikáni könyvtár és a levéltárok, meg az összes más levéltár azt eredményezte, hogy létrejöttek Rómában a különböző nemzeti tudományos intézmények. Questi istituti storici sono stati fondati dai principali stati europei affinché i loro studiosi potessero avere a Roma una base di appoggio nel loro impegno di ricerca storica sui documenti riguardanti il loro paese. Ezek ezeket az intézeteket a legnagyobb európai országok alapították azért, hogy lakhatást vagy apanást biztosítsanak a kutatóknak, amikor Rómába érkeznek. Tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento furono così fondati a Roma gli istituti storici della Gran Bretagna, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera, Austria, Danimarca, Svezia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, l'Accademia Ungherese, Via Giulia, gli Stati Uniti. Molti di essi hanno sedi in luoghi molto belli del centro di Roma e sono dotati di bellissime biblioteche. A 800-as évek végén, egészen és a 900-as évek feléig megalapították, vagy újra alapították ezeket ezen országok az intézetüket, például Nagy-Britannia, Portugália, Spanyolország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Németország, Svájc, Ausztria, Dánia, Svédország, Norvégia, Lengyelország, Csehország, Magyarország, ahova a mi könyvtárunk mellett van a Magyar Intézet és az Egyesült Államok. És ezeknek az intézeteknek a leginkább nagyon gazdag a könyvtárunk is. In questi istituti c'è sempre un ambiente molto simpatico, per esempio nell'istituto olandese c'è una bellissima biblioteca con molti studiosi e alle 5 del pomeriggio ci si ferma per prendere un tè con la bibliotecaria e scambiarsi le esperienze di ricerca. Per esempio, in Hollandia, a Holland intézetben, akik ott olvasnak, minden délután 5 órakor megáll a munka, és isznak egy hozzabérolt kafét. És teát isznak, ahol kicserélik a véleményeket vagy a tapasztalatokat a témáról. La Germania e la Francia hanno una presenza più cospicua con più di un centro di studi a Roma. Németországnak és Franciaországnak ők kicsit összetettebb a jelenléte, mivel hogy ennél több tanulmányi központjuk van Rómában. Non va dimenticato inoltre che a Roma molti paesi sono presenti con 2 ambasciate, una presso la Santa Sede, l'altra presso la Repubblica Italiana. E le ambasciate presso la Santa Sede sono spesso promotrici di attività culturali di tipo storico. És azt sem lehet elfelejteni, hogy mindezeken túl sok országnak 2 nagykövetsége is van Rómában. Az egyik a Szentszék nagykövetség, a másik pedig az Olasz Köztársaság fele, és sokszor a Szentszéki nagykövetség egyfajta történelmi, kulturális központ is. La Santa Sede ha anche un organo da essa dipendente che si occupa di storia, il Pontificio Comitato di Scienze Storiche, che promuove iniziative di ricerca, congressi, pubblicazioni e altre attività culturali nel nostro campo della storia. A Szentszéknek van egy tőle függő, a Szentszéktől függő szerve is, amely a történelemmel foglalkozik. Ezt a pápai, a történettudományok pápai tanácsának vagy intézetének mondhatjuk. Ezek különböző kutatásokat indítványoznak, konferenciákat szerveznek, publikálnak, és más a mi területünkhöz kapcsolódó kulturális tevékenységet folytatnak. Inoltre vi sono le università pontificie con le loro grandi biblioteche. Le università pontificie sono istituzioni accademiche che non dipendono dal sistema di istruzione italiano, ma da quello vaticano.
Dunque, anche se non hanno sede proprio dentro la città del Vaticano, sono però centri di studi dipendenti solo dalla Santa Sede e concretamente dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, che sarebbe come il Ministero dell'Istruzione Vaticano. Ezek mellett vannak a pápai egyetemek az ő saját nagy könyvtáraikkal. Ezek olyan akadémiai intézmények, melyek nem függnek az olasz közigazgatástól, hanem a Vatikánitól. Így akkor is, hogyha nincsenek benne Vatikán város területén, mégis a vatikáni oktatásért foglalkozó congregazio all'Atana. Esse sono molto importanti per la Chiesa, che, non dimentichiamolo, è l'elemento propulsivo della nascita delle università nel secolo XII. Le prime università, Bologna, Oxford, la Sorbona di Parigi, sono nate a partire dalla Chiesa. E azért nagyon fontos megemlítenünk az egyetemeket, mert hogy az első egyetemek azok egyházi közegből származnak, Oxford, Bologna, stb. Alcuni di questi atenei sono molto antichi, come l'Università Gregoriana, questa è l'Università Pontificia, l'Università Gregoriana è del secolo XVI. Altri sono più recenti, come l'Ateneo Regina Apostolorum, che è nato negli anni 90 del secolo scorso. Vannak olyan egyetemek, amik igazán régiek, például a Gregoriana, ez a 16. századból való, de van egészen friss is, mint például a Regina Apostolorum egyetem, ami a 90-es években jött létre. Altre importanti università pontificie sono l'Università Salesiana, la Lateranense, l'Angelicum, che è dell'Ordine dei Domenicani, l'Antonianum dei Francescani e l'Urbaniana, che è della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. A legfontosabb ilyen egyetemek a Szalíziak Egyeteme, a Lateráni Egyetem, az Angelikum, ami a Domonkosok Egyeteme, az Antonianum, ami a Ferenceseké, és az Urbaniana, ami pedig a nemzetek, illetve a népek evangelizációjáért felelős kongregációnak az egyeteme, tehát egy missziós egyetem. Oltre a 7 università pontificie, vi sono altri 17 istituti di studi che non hanno il rango di università, ma sono facoltà o istituti specializzati di grande prestigio. L'Ansignanum per la liturgia dei Benedettini, l'Alfonsianum per la teologia morale dei Redentoristi, l'Agostinianum per la patristica e la storia antica degli Agostiniani, il Teresianum per la teologia spirituale dei Carmelitani, il Marianum per gli studi mariologici dei Serviti e poi il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana e molti altri. Ezen 7 egyetemen kívül van másik 17 olyan intézet, amelynek nincsen egyetemi rangja, de van egy olyan tanszéke, vagy egy olyan alintézménye, ami nagy tiszteletnek örvend. Például az Anselmianum Egyetem nagyon híres a liturgiáról, van az Alfonsianum Egyetem, ami a morális teológia miatt nagyon híres, ez a redemptorista atyáké, az Ágoston rendieké, az Agustinianum, meglepő módon itt a patrisztika nagyon fontos, van a Teresianum, itt a spirituális teológia, van a Marianum, a nevéből is adódóan a Máriás tanulmányok kötődnek ide, illetve van a keresztény régészet, pápai intézete és még sok más. Tutte queste università e questi centri di studi superiori hanno studenti e professori che provengono da tutto il mondo. Ezekre az egyetemekre vagy egyéb más tanulmányi központokban rengeteg a világ minden tájáról érkező tanuló és professzor is van. Faccio un esempio personale. Nel secondo semestre 2014-15, cioè l'ultimo, ho impartito 3 corsi per un totale di 117 studenti che provenivano da 45 diversi paesi. Például egy személyes példát hadd hozzak, hogy 2014-2015, tehát az elmúlt akadémiai évben 3 szemináriumot vagy tanórát tartottam 117 diáknak, ez a 117 diák 45 különböző országból érkezett.
erano 7 paesi dell'America del Nord, Stati Uniti, Messico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama e Haiti. 7 érkeztek Észak-Amerikából, Egyesült Államok, Mexikó, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama és Haiti. 8 paesi dell'America del Sud, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasile, Perù, Cile, Argentina e Paraguay. 8 érkeztek Dél-Amerikából, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasília, Perù, Cile, Argentina, Paraguay. 15 paesi europei, Irlanda, Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, Germania, eccetera, se no anche Ungheria, avevo 3 studenti ungheresi. 15-en érkeztek Európából, Írország, Portugália, Spanyolország, Franciaország, Hollandia, stb. Stb. Van Magyarország is, 3-an voltunk magyarok akkor az elmúlt évben ezen az egyetemen. Poi 7 paesi africani, 7 asiatici e poi c'era uno studente australiano pure. Patrick Justin. És volt 7, jöttek 7 Afrikából, afrikai országokból, 7 Ázsiából és 1 csoportosunk volt Ausztráliából. Collegati all'esistenza delle università pontificie esistono poi a Roma i collegi nazionali, luoghi di alloggio, studio e formazione per i sacerdoti o i seminaristi di un determinato paese. A kapcsolódva a pápai egyetemekhez vannak nemzeti kollégiumok is, itt szállást biztosítanak a szeminaristák részére, képzést is, tanulási lehetőséget a országokra lebontva. I più antichi di questi collegi risalgono al secolo XVI, come il collegio germanico-ungarico o il collegio inglese. Ezek közül a kollégiumok közül a legrégebbiek a 16. századra nyúlnak vissza, mint például a német-magyar kollégium vagy az angol kollégium. Altri sono stati fondati al tempo del grande accentramento romano nel governo ecclesiastico avvenuto nella seconda metà del secolo XIX, come il collegio nordamericano, il collegio pio latinoamericano e il collegio polacco. A többiek viszont a 19. század második felében alakultak, amikor nagyobb volt a római politikában a keresztények befolyása, ilyen például az Észak-Amerikai Kollégium, Latin-Amerikai Kollégium vagy a Lengyel Kollégium. Altri sono stati fondati nel secolo XX, come il collegio brasiliano, messicano o filippino. Bocsánat, az előbb 19. században, most viszont 20. században járunk, ekkor alapították a brazil kollégiumot, a mexikóit vagy a Fülöp-szigeteki kollégiumot. Hanno dunque il loro collegio nell'urbe, oltre ai popoli già citati, i canadesi, venezuelani, argentini, irlandesi, scozzesi, portoghesi, spagnoli, francesi, belgi, olandesi, lombardi, sloveni, croati, lituani, cechi, slovacchi, romeni, greci, russi, libanesi, armeni, coreani ed etiopici. A Róma városában vannak még ezen túl a következő kollégiumok, azon túl, melyeket idéztünk. Én most nem olvasom föl őket, hallottuk a tanár úrtól. Ci sono anche collegi internazionali, tra gli altri il collegio ecclesiastico Sede Sapienze, il collegio urbano, i collegi degli ordini religiosi e l'accademia ecclesiastica, che è una scuola speciale nella quale viene formato il personale diplomatico al servizio della Santa Sede. Vannak nemzetközi kollégiumok, többek ilyenek például a Sede Sapienze egyházi kollégium, a városi kollégium, Collegio Urbano, a különböző szerzetes rendek kollégiumai és az Academia Ecclesiastica, az egyházi akadémia, ami az egyházi diplomata képző. Le università pontificie, i collegi nazionali hanno, tra l'altro, la funzione di corroborare l'unità della Chiesa Cattolica. Ogni anno, infatti, centinaia di seminaristi, giovani sacerdoti, religiosi e religiose, si recano a Roma per trascorrere alcuni anni di studi e formazione.
nei quali sperimentano la cattolicità, universalità della Chiesa, trovandosi fianco a fianco con altri studenti di tutto il mondo e vicini al Romano Pontefice. Questa esperienza è molto utile per superare provincialismi o nazionalismi e dare a tutti una visione più aperta. A pápai egyetemek és a nemzeti kollégiumok abban is nagy szerepük van, hogy közreműködjenek a katolikus egyház egységének felmutatásában. Tényleg minden évben több száz szeminarista, fiatal pap vagy szerzetes érkezik Rómába azért, hogy eltöltsön néhány évet itt a tanulással, és hogy megtapasztalják az egyház egyetemességét, illetve hogy találkozhassanak más a világ minden tájáról érkező hallgatókkal, akkor például nagy lehetőség, hogy közel lehetnek a római pápához, és hogy ez a tapasztalat nagyon hasznos, hogy abban, hogy leküzdjük a nacionalizmust, és hogy egy sokkal nyitottabb váljanak ezek a hallgatók. Negli ultimi decenni poi anche molti laici, ragazzi e ragazze di tanti paesi si recano a studiare nelle università pontificie e spesso hanno ampliato il loro orizzonte didattico aggiungendo nuove facoltà a quelle tipiche di teologia, filosofia e diritto canonico. Il panorama attuale della popolazione studentesca di questi atenei è dunque attualmente molto vario dal punto di vista culturale, linguistico e sociale. Az utóbbi évtizedekben a sok laikus, fiatal lány és fiatal fiú, akik különböző országokból érkeznek, és már ők is tanulhatnak a pápai egyetemeken, és így szélesítve az ő perspektívájukat, és már nem csak ezeket a régebbi tanulmányokat, tehát teológia, filozófia vagy kánonjogot tanulhatnak, hanem sok mást is. Le lezioni di questa università si tengono di solito in italiano, che sta diventando la lingua franca della Chiesa, sostituendo il latino, che lo è stato fino agli anni 70 del secolo scorso. Az órákat általában olaszul tartják, amely igazából most már az egyház köznyelvévé vált, helyettesítve a latint, már a 70-es évektől kezdve van ez a tendencia. All'interno di questo ampio ambiente culturale troviamo la Pontificia Università della Santa Croce, una delle più recenti. Ebben a kulturális közegben találjuk a Pápai Szent Kereszt Egyetemet, ez igazából egy nagyon friss egyetem. Fondata nel 1984 dal prelato dell'Opus Dei Alvaro del Pontificio, pianificato nel settembre del 2014, conta attualmente quattro facoltà: teologia, filosofia, diritto canonico, comunicazione sociale e istituzionale. Az egyetemet az Opus Dei prelátus Álvaro de Portillo alapította 1984-ben. Álvaro de Portillo tanult tavaly szeptemberben avatták boldoggá. Jelenleg négy tanszéke van, teológia, mármint az egyetemnek, a teológia, filozófia, kánonjog és kommunikáció. Fakultások. Queste quattro facoltà hanno 173 professori e circa 1100 studenti, dei quali il 45% sono europei, il 33% delle due Americhe, il 10% dell'Asia, il 10% dell'Africa e l'1% dell'Oceania. A négy fakultásnak jelenleg 173 tanára van, és körülbelül 1100 hallgatója, melynek 45%-a európai, 33%-a Amerikából jön, 10% Ázsiából, másik 10% Afrikából, és 1% Ausztrália és Oceániából. Il sistema è basato su tre livelli, baccellierato di 3 anni, licenza di 2 e dottorato. A rendszer három osztatú, van egy alapképzés, ami 3 éves, van egy 2 éves licencia vagy mesterképzés, és van egy doktorátus. Altri 350 studenti frequentano i corsi dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Apollinare, istituto di studi dotato di una speciale metodologia a distanza.
Van még ezen túl 350 olyan hallgató, aki a vallás, tehát szerzetes rendek, egy ilyen szerzetes rendek képzésével, tagjainak képzésével foglalkozik. La facoltà di diritto canonico ha la caratteristica di avere una licenza di 3 anni e di offrire nell'ultimo di essi dei corsi molto pratici. A canon jog 3 éves, az a különlegessége, hogy a licencia az 3 éves, és nagyon praktikus képzései vannak. La facoltà di filosofia ha 2 specializzazioni nella licenza, una di etica e antropologia, l'altra di metafisica e scienza. A filozófiában 2 specializációt lehet választani, etika és antropológia, a másik pedig metafizika és egyéb bölcseleti tudomány. La facoltà di comunicazione sociale e istituzionale è la più giovane e ha come fine di preparare addetti stampa e portavoce per enti ecclesiastici. È caratterizzata da una grande dinamicità e dalla varietà dei corsi che spaziano dalla filosofia, alla storia, alla teologia, alla letteratura, retorica, informatica, diritto, sociologia, comunicazione, opinione pubblica, cinema, radio, stampa, televisione, gestione di crisi, marketing, eccetera. A kommunikáció az igazából azért jött létre, hogy a különböző egyházi szerveket segítse. A képzés az különböző más fakultások óráiból áll össze, mint például filozófia, történelem, teológia, irodalom, retorika, informatika, jog, szociológia, kommunikáció, a mozi, rádió, nyomtatás vagy nyomdászat, televízió, kríziskezelés, marketing. All'interno della facoltà di teologia vi sono 6 specializzazioni. A teológiai fakultáson belül 6 specializáció van. La teologia dogmatica studia i dogmi della fede cattolica, più o meno quello che recitiamo ogni domenica nel credo durante la messa. Tale specializzazione ha anche un centro di ricerca che si chiama DISP, specializzato nei rapporti tra scienza e fede. In questi studi teologici vi sono molte parti storiche. A dogmatikus teológia, ez az első ilyen specializáció, ez a katolikus hit dogmáival foglalkozik, ami nagyjából úgy tudjuk, tehát amit minden vasárnap elmondunk a Hiszek Egyben a Szentmisén. Itt ennek a specializációnak van egy kutatói központja is, ez a DISF, amely a tudomány és a hit közti kapcsolatokkal foglalkozik, és igen, ennyi. La teologia morale che studia il retto agire morale del cristiano, gli ambiti di maggiore interesse nei quali si operano più ricerche sono la bioetica, la tecnoetica e l'etica economica. Per quest'ultima esiste un centro di ricerca che si chiama MCE, Market Culture and Ethics. A morális teológia a keresztény ember erkölcsének tanulmányozásával foglalkozik. Tehát amivel foglalkozik leginkább az a bioetika, technoetika, mi az a significa? Etika della tecnologia. A technika erkölcstanam, gazdaság erkölcstan, és hogy van, létrehoztak ezt az angol nyelvű központot is, amit az előbb a tanár úr. La teologia biblica è la terza specializzazione che prevede lo studio delle lingue antiche, greco, ebraico, aramaico, ugaritico, copto. Studia la tecnica di interpretazione della Bibbia e vi sono anche materie storiche come la storia e l'esegesi. A biblicus teologia itt leginkább a holtnyelvek tanulmányozásával foglalkoznak, úgy mint a görög, héber, arámi, ugarit, kopt, illetve a Biblia értelmezésének, hermeneutikájának technikájával. Itt vannak történelmi tárgyak is, mint például az exegézis története. La quarta specializzazione è la teologia spirituale che studia le forme di spiritualità nel loro divenire storico e anche la loro congruenza con la teologia dogmatica. Anche qui troviamo materie storiche, le varie storie della spiritualità medievale, moderna, eccetera.
a spirituális teológia, amely a különböző lelkiségi formákat tanulmányozza. Itt is találunk történelmi tárgyakat, például az, amikor a történelem folyamán kialakult lelkiségeknek az alakulását vizsgáljuk. Poi c'è la teologia liturgica che studia le forme delle cerimonie religiose in connessione con l'antropologia e la teologia. E qui un tutto un filone molto importante di storia della liturgia, storia della musica sacra, eccetera. A liturgikus teológia, ez a negyedik ilyen, illetve a következő ilyen specializáció, ez amikor különböző liturgikus rendezvények, szentmisék, stb. Ezekkel foglalkozik. Itt is vannak történelmi típusú tárgyak, például a liturgia történet, vagy a szakrális zenének a története. Infine arriviamo alla storia. És végül elérkezünk a történelemhez. La sesta specializzazione è la storia della Chiesa. A hatodik specializációja az egyház történet. Che è nata nel 1996 e offre due diversi titoli. Un titolo ecclesiastico, la licenza, e il diploma, che appunto lo stesso programma, senza la tesi. Az egyháztörténet specializációt 1996-ban alapították, ez két végzettséget adhat, vagy két ilyen címet, az egyik egy egyház, ezt hívják licenciának, a másik pedig egy egyszerű kis diploma, ezt, de ez ugyanaz a képzés, mint a licenciát végzőknek, csak nekünk nem kell írni szakdolgozatot. Il diploma è stato pensato per permettere a laureati in discipline umanistiche di partecipare al programma senza dover prima studiare 3 anni di teologia. A diploma, ez a második rész, ez azoknak lett kitalálva, akik már tanultak valamilyen humán tudományt, de nem végezték el a 3 éves teológiai alapképzést. Quindi ciascuno di voi, dopo aver studiato storia, si può iscrivere al programma, come ha fatto K. És ezért, hogyha valamelyikőtök most befejezi itt a 3 éves alapképzést, úgy mint én, utána jelentkezhet ide egyháztörténelem mesterképzésre. Il programma di storia della Chiesa viene svolto in 2 anni. Nel primo si studia la storia antica e medievale, nel secondo la moderna e la contemporanea. Le materie sono di 2 tipi, istituzionali e metodologiche. Az egyháztörténet programja két évből tevődik össze. Az első évben a történelem, tehát két évre van osztva, a 2000 évhez kötődik. Az első évben az első 1000 évet tanuljuk, a második évben a második 1000 évet tanuljuk, és hogy két típusa van a tantárgyaknak, az egyik, amiben az adatokat tanuljuk, a másikban meg a metódust, a módszertant. Nel primo anno vi sono i seguenti corsi istituzionali. La storia della Chiesa è distribuita in 4 corsi. Az első évben ezek ilyesmi, tehát ilyen órák vannak segítsetek már, ez amikor ilyen adatokat tanulunk, azt hogy mondják? De amikor nem a metódust, nem pedagógia van. Tanórány, már remélem értitek. Négy ilyen órát tudunk megkülönböztetni. Quindi il primo corso è il periodo pre-Niceno, cioè prima del concilio di Nicea, che dell'anno 325, mi sarebbe la storia della Chiesa prima di Costantino. Az első ilyen óra az a Nicea előtti kor, ez ugye a Niceai zsinat az 325-ben ért, vagy volt, tehát az első ilyen órák az addig tart. Poi c'è un secondo esame per la tarda antichità fino a Carlo Magno, poi il primo medioevo che arriva al secolo XII e il tardo medioevo. Van egy óra a késő ókorról, ez egészen Nagy Károlyig tart, van egy kora középkori, ez a 12. századig tart, és van egy késő középkori óra. In questo primo anno si percorre inoltre tutta la storia della teologia, patrologia pre-Nicena, patrologia post-Nicena occidentale, patrologia post-Nicena orientale e la storia del pensiero teologico.
Ebben az első évben végigveszünk a teljes teológia történetet, van Nice előtti patrológia, ugye az az egyházatyákkora, van Nice utáni nyugati és keleti patrológia, illetve van a teológiai gondolkodás története is. Le discipline invece metodologiche di questo primo anno sono latino, patristico e medievale, metodologia pratica della ricerca storica, paleografia e diplomatica, che insegno io, critica testuale e archeologia cristiana. A módszertani órák közül van patrisztikus és középkori latin, van egy ilyen általános módszertani óra, hogyan kutassunk, van egy paleográfia és operaitani óra, amit a tanár úr tart, van egy kritikai szövegolvasás óra és egy ókeresztény régészet óra. Tanto per capirci, la paleografia è la scienza con cui si studiano i manoscritti medievali e si impara a sapere, vedendo il tipo di scrittura, di che secolo è un manoscritto e dove è stato scritto. A paleografia, mivel hogy nem mondtam el magyarul, az egy annak az írás története, meg a régi középkori, még annál is frissebb vagy későbbi íratokat vizsgálunk, megnézzük azt, hogy milyen betűtípussal írtak, megpróbáljuk elolvasni, és megpróbáljuk elmondani, hogy melyik évszázadból való. Nel secondo anno, quattro corsi ripercorrono la storia della Chiesa in epoca moderna e contemporanea. A második évben vannak azok az órák, amelyek a modernkori, illetve a legújabb kori egyháztörténelemmel foglalkoznak. Uno sui secoli XV e XVI, un secondo sui secoli XVII e XVIII, un terzo sul secolo XIX, e infine uno sul XX. Van egy kurzus a 15-16. Századról, egy másik a 17-18. Századról, és van egy harmadik óra a 19. századról, illetve van egy negyedik is a 20. századról. Ve inoltre una materia di storia dell'arte cristiana moderna e contemporanea, una di storia dei concili, una di storia del diritto canonico e una di storia dell'Opus Dei. Van egy keresztény művészet történet óra, ami a modern művészeteket veszi át, van egy zsinatok története óra, van egy kánonjog óra, és van egy óra az Opus Dei-ről is, aki ugye a fenntartó. I corsi di tipo metodologico sono invece archivistica, storiografia, agiografia, latino ecclesiastico dell'epoca moderna. A módszertani órák a levéltártam, a historiográfia, van itt is, azt tudom, van a szentekkel foglalkozott tudomány, illetve óra, illetve van egyházi és modern latin. L'esistenza di una materia di storia dei concili risponde a una delle fondamentali linee di ricerca del Dipartimento di Storia della Chiesa dell'Università, che verte proprio sulla storia dei concili ecumenici, plenari, che sono quelli che riuniscono i vescovi di una denominazione, provinciali, che riuniscono i vescovi di una regione più piccola. Questo di nuovo. Perché praticamente la materia di storia dei concili è collegata a una linea di ricerca di tutti i professori. Igen, hogy a zsinatok története óra, illetve a zsinatok kutatása miatt questa storia dei concili non so che perché c'è una linea di storia dei concili ecumenici, plenari e provinciali. Ja, értem, hogy hogy a zsinatok története órát szerette volna egy jobban kiemelni a tanárul, mert Magyarországon azért akadtam meg egy kicsit, mert Magyarországon kevésbé zsinatolnak itt az atyánk, mint külföldön. Vannak különböző zsinatok, egyházmegyei, plébániai, tehát különböző szinteken. Lungo i due anni poi si svolge un seminario permanente con cadenza mensile. Ogni sessione prevede l'esposizione per due ore da parte di uno studioso di un suo oggetto di ricerca.
cioè invitiamo professori di altre università che spiegano le ricerche che stanno facendo. Posso? Sì, che è una cosa, che questo è molto utile perché gli studenti riescono a capire come si fa la ricerca storica da un professore. Van, a két évet végig kíséri az úgynevezett szeminárium permanente, az állandó szeminárium. Ezen alkalmakkor egy olyan kutatót hívunk az egyetem más szakjairól, vagy fakultásairól, amely, tehát akik bemutatják a saját kutatási területeket. És ez azért fontos, mert így a hallgató megtanulhatják, hogy hogyan készülnek föl egy kutatásra, vagy hogyan adnak elő egy kutatási témát. Ci sono poi esami senza lezioni basati sulla lettura di opere classiche di storia ecclesiastica, concordate da ogni studente con il docente. Aztán vannak olyan vizsgák is, amihez nem tartozik óra. Tehát el kell olvasni különböző könyveket, és abból a végén kell írni egy recenziót, egy rezümét. Lo studente può infine scegliere corsi di altri individui delle altre della facoltà di teologia o di altre facoltà, quindi può anche studiare se vuole la storia della spiritualità, la storia della filosofia, la storia dei dogmi, la storia della liturgia, la storia dell'esegesi, la storia delle scienze sociali o la storia del cinema, per esempio. És a kint Rómában ugyanúgy, ahogy itthon is, vannak szabadon választható kreditek, és különböző más tanszékekről is lehet fölvenni órákat, lelkiségtörténet, filozófia történet, dogma történet, liturgia történet, egzegézis történet, szociális tudományok története, vagy mozi történet, stb. Quindi storia in inglese dice történet. Hogy a történet az magyarul úgy van, hogy történet. Una parola. Allora, il programma del diploma di storia prevede due modalità, una di due anni che copre la storia della Chiesa e l'altra di un anno in cui si può scegliere, una che si chiama dal Mediterraneo all'Europa, che sarebbe il cristianesimo antico e medievale, e l'altro programma è oltre l'Europa, il cristianesimo nel mondo moderno e contemporaneo. A mesterdiplomam az állhat két évből, ami kezdődik a Nica előtti időktől, halad egészen napjainkig, de lehet választani egy-egy évet is, ahogy az előbb mondtam, tehát lehet választani csak az első évezredet, vagy csak a második évezredet. Eventuali studi storici, se poi uno studente fa una bella ricerca e riesce a fare un bell'articolo, possono essere pubblicati su una delle riviste dell'università. Hogyha szeretnénk, tehát van mód arra, hogy a tudományos cikkeinket publikáljuk, léteznek különböző egyetemi újságok például. Per la storia del diritto canonico c'è la rivista Ius Ecclesiae, per la storia della filosofia la rivista Acta Filosofica, hanno tutti i nomi latini, per la teologia Annales Theologici, per la storia dei concili Annuarium Historiae Conciliorum, e per la storia dell'Opus Dei Studia et Documenta. A kánonjogon létezik a Jus Ecclesiae folyóirat, a filozófia szakon az Acta Philosophica, a teológián az Annales Theologici, mivel hogy az egyháztörténet a teológia szakhoz tartozik, ezért ők ebbe publikálnak. Akkor van a zsinatok történetének az Annuarium Historiae Conciliorum, és az Opus Dei történetéhez kapcsolódóan pedig a Studia Documenta folyóiratba lehet publikálni. Quest'ultima rivista Studia Documenta è espressione di un centro di ricerca storico esistente nell'università, dell'Istituto Storico San José María Escrivá. Monsignore Escrivá è stato il fondatore dell'Opus Dei, ente promotore dell'università, e questo centro studia la storia dell'Opus Dei e del suo fondatore. Ezt az utolsó folyiratot szeretném egy kicsit jobban kiemelni, ami tehát az Opus Dei-vel foglalkozik. Ehhez kapcsolódik az Opus Dei-nek az alapítóját, úgy hívták, hogy José María Escrivá, már szentté avatták, és róla elneveztek egy intézetet, és az ott publikálandó szövegeket teszik be ebbe az újságba.
Il Dipartimento ha anche organizzato due grandi convegni di carattere storico, uno sui teologi e i concili, un altro sulla storiografia ecclesiastica e c'è un terzo in preparazione per il 2016, l'anno prossimo, sulle università pontificie e cattoliche. A tanszék, a történelem tanszék eddigi, tehát 96-os megalapítása óta két nagy konferenciát szervezett, az egyik az egyház atyák és a zsinatok teológiai iskolái, a másik a 20 egyházi historiográfia 20 évszázadáról, tehát az elmúlt éveiről, és most 2016-ra szeretnénk egy másikat is, egy újabbat szervezni, ami az egyház történetben a insegnamento superiore, hogy az egyetemek szerepe az egyház történelemben, iskolák, stb. Senza dubbio, questo programma di storia della Chiesa ha un suo chiaro senso all'interno di un'istituzione culturale vaticana. Eppure ritengo che degli studi di storia ecclesiastica o di storia religiosa, come si dice in Francia, per questo storia religiosa è un termine nato in ambiente francese che vuole indicare una maggiore neutralità rispetto all'oggetto di studio, si pone come storia del fenomeno religioso. Ritengo che studiare queste cose sia molto importante per chiunque voglia approcciare le discipline storiche, in particolare per noi europei e per gli studiosi delle due Americhe. Nagyon, nagyon szívesen ajánlom ezt minden történésznek, ezeket az egyházi tanulmányokat, erről volt szó. Basta pensare, ad esempio, all'importanza della storia del cristianesimo, che risulterebbe impossibile studiare l'arte dall'alto medioevo fino al secolo XVIII senza avere un'adeguata formazione religiosa, non si capirebbe nulla. És hogy az előzőhöz visszakapcsolva, nem lehet igazából a 18. században humántudományokat az egyház nélkül tanulmányozni jól. E lo stesso si può dire per molti secoli di letteratura europea. Dante Alighieri con la Divina Commedia tentò di trasporre in poesia il pensiero teologico di San Tommaso d'Aquino. O possiamo pensare al Siglo d'Oro spagnolo o alla Chanson de Roland. És ugyanúgy nem lehet igazából az irodalmat sem az egyház nélkül, vagy az egyház történet nélkül tanulmányozni. Elég, hogyha Dante-t gondolunk az isteni színjátékra, vagy akkor például Aquinói Szent Tamás teológiai gondolatára, amit különböző irodalmi években fejtett ki, vagy a Roland énekre. Lo stesso vale per la filosofia. Dal secolo V al XV i grandi teologi e filosofi coincidono, da Sant'Agostino a Niccolò Cusano. És ugyanúgy ezt mondhatjuk el a filozófiáról is, tehát egészen az 5. századtól a 15. századig a nagy teológusok, azok egyben filozófusok is, például, hogyha Szent Ágostonra vagy Niccolò Cusanóra gondolunk. E nel XVI e XVII secolo praticamente tutti i filosofi hanno un'attività teologica anche se è secondaria. És azt is, tehát fordítva is igaz, hogy a 16-17. Században igazából minden filozófusnak volt egyfajta teológiai tevékenysége is, például. Per esempio Cartesio. Scrisse oltre alle sue opere filosofiche anche trattati per spiegare la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Ő is foglalkozott az Eucharistiában Krisztus jelenlétével, Krisztus valódi jelenlétével, vagy hogyha Leibnizre gondolunk. E anche al contrario potremmo ricordare teologi che fanno anche filosofia come Malebranche, Pascal o Francisco Suarez. És ugyanúgy igaz ez fordítva is, hogy vannak olyan teológusok, akik filozofáltak is, például Malebranche, Pascal vagy Francisco Suarez. Mentre la separazione totale tra teologia e filosofia si attua solo nel Settecento. És csak az 1700-as években válik ketté a teológia és filozófia.
Ma oltre alla storia culturale, la stessa storia politica europea risulterebbe incomprensibile o oggetto di interpretazioni riduttive senza un'adeguata conoscenza del cristianesimo, della Chiesa, del modo di agire dei suoi membri e dei suoi dirigenti, delle loro motivazioni, del loro mondo ideale, inoltre della sua struttura interna e del diritto canonico. És igazából azon túl, hogy a kultúrát nem tudjuk rendesen felfogni az egyház, vagy az egyház történet tanulmányozása nélkül, ugyanúgy a politika történetet, az európai politika történetet sem. Igen. Si può anche non essere credenti, ma per comprendere secoli in cui praticamente tutti lo erano, bisogna anche studiare profondamente la loro fede. És hogy nem akkor is, hogyha nem vagyunk igazán vallásosak, de ahhoz, hogy megtanuljuk az elmúlt évszázadokban a lejátszódó folyamatokat jól tudjuk vizsgálni, muszáj tanulmányozni a hitünket is, vagy ezt a hitet. Se non facciamo così, corriamo il rischio di operare un'ingenua interpretazione di fatti del passato a partire da categorie attuali e che al tempo non esistevano. Mert hogyha ezt nem tesszük, akkor lehet, hogy igazából hamisan ítélünk, vagy rosszul ítélünk. Oppure non ci renderemo conto di aspetti assai importanti della vita degli uomini e delle donne nei secoli che ci hanno preceduto. Igazából ugyanezt fejtettek ki. Sì, ma tudom. Nel Dipartimento di Storia della Chiesa dell'Università Pontificia della Santa Croce speriamo col nostro lavoro umile e paziente di offrire un contributo attraverso la didattica, il lavoro di ricerca di dottorandi e professori, i contatti con altre realtà culturali del mondo, cattolico e non, un insieme di conoscenze, una metodologia e un valido strumento interpretativo che permetta di studiare e comprendere sempre meglio le generazioni che ci hanno preceduto. Nagyon, hogy a Szentkeresztpápai Egyetem történelem szakán nagyon bízunk benne, hogy a mi türelmes munkánk eredményezni fogja a mi tanítói munkásságunk eredményezni fogja a világ, hogy kapcsolatokat építsünk ki a világ különböző kultúrái között. Inoltre, per chi è cattolico, lo studio della storia ecclesiastica offre un utile strumento per capire ciò che nella Chiesa può cambiare senza che si tocchi il nucleo del messaggio cristiano e ciò che, se invece viene mutato, può portare a uno stravolgimento dell'originaria predicazione di Cristo. Questo è il nuovo. Hogyha rendesen tanulmányozzuk a történelmet, akkor igazából megállapíthatjuk azt, hogy mi az, amiben merhetünk változtatni, ez főleg igazából azoknak szól, akik az egyházban dolgoznak, hogy mi az, amiben merünk változtatni, anélkül, hogy az alapvető krisztusi üzenetet eltörölnénk. Dunque, per un credente anche lo studio della storia religiosa offre un ottimo antidoto al fondamentalismo senza che per questo si debba cadere necessariamente nel relativismo o nello storicismo. Che se tu studi la storia religiosa eviti di cadere nel fondamentalismo. Hogyha alapvetően, tehát hogyha rendesen megtanuljuk ezeket a történelmi dolgokat, akkor attól is megment minket, hogy túlságosan szélsőségesekké váljunk. Allora, io ho finito e anche vi lascio, se qualcuno vuole poi più informazioni su Roma, sugli studi che si possono fare a Roma, a qualsiasi posto, vi lascio la mia email e ciascuno di voi mi può scrivere. Purtroppo, non so. Én most itt szeretném befejezni, de szeretném nektek itt hagyni az e-mail címemet. Bármilyen kérdést föltehettek nekem Rómával vagy a tanulmányokkal kapcsolatban, azonban csak... Pardon? No, potete scrivermi in ungherese, perché non lo capisco. Sajnos magyar nyelven nem tudtok nekem írni, mert nem értem. Anche se ho sentito che è una lingua bellissima. Akkor is, hogyha hallom, hogy nagyon szép nyelven, sajnos nem értem. Però potete scrivere, se volete, in italiano.
in inglese, in francese, in spagnolo, in portoghese o in tedesco. Ma lehet írni olaszul, angolul, franciául, németül, spanyolul. Azt hiszem katalánul is, katalánul is lehet, és latinul is. Van katalán köztetek, gondolom, hogy latinul. Allora, nagybetűvel írom, de minden kisbetűvel értendő. Professore Carlo Pioppi. Se ci sono delle domande. Hogyha van esetleg kérdés, akkor meg lehet kérdezni. Hogy akkor a bátor, mielőtt majd levelet írnánk, latinul, ugye? Így van lehetőséggel, hogy itt egy szűk családi körben, kizárva a sajtót és minden egyéb zavaró tényezőt. Tegyünk föl kérdést. Még gondolkodunk, nekem már jutott eszembe, hiszen az a lehetőség, hogy talán az egyetlen a Szentkereszt Egyetemen, hogy bölcsészi tanáron lehet Denmark végezni. Nem fontos feltétlenül a bejárulán, itt is elvégzi Denmark, és utána halmozod a javadalmakat, és elvégzel még egyet, hogyha be akarsz kóstolni ebbe a különleges római világba, például az egyház történeten keresztül. Ha ehhez azért ugye nem elég az érdeklődés, és nem elég a szándék, hanem ugye, miképp a háborúhoz, a tanulmányokhoz is mi kell? Pénz. Valamennyi, igen. Úgyhogy az én kérdésem az lenne, professzor úr, hogy minden egy érdeklődő hallgató milyen ösztöndi lehetőséget tud szerezni. Per una persona che non è in laico, cioè uno studente per esempio di questa università. Beh, questo si può trovare in varie parti della, poi in Italia oppure qui, poi anche l'università mette a disposizione degli studenti la possibilità di fare dei lavori nell'università in modo da diminuire la loro. Van többféle lehetőség, az egyetem ad munkalehetőséget, és ezzel lehet csökkenteni a tandíjat. És hát motivációk, hogy akkor Katát kérdezném meg, hogy ő milyen ösztöndíjjal tudta ezt a képzést elvégezni. Hát ez nagyon érdekes, mert engem Németország támogatott, tehát Németország támogatta a magyar lányt, hogy Rómában tanuljon. Ez egy azért érdekes kérdés, mert a vatikáni egyetemekre alapvetően nincsen ösztöndi a magyar állam részéről, azonban van két olyan német szerb, az egyik a Renovabis, a másik a Kirheimnot, amely régen szovjet, most posztszovjet államokat támogat, tanulmányokban is. És igazából ők akkor segítenek, hogyha a mi, illetve a hallgatóknak az életpálya modellje igazából teljes. Tehát, ha meg tudjuk megfelelően indokolni, hogy miért szeretnénk mi kimenni arra a helyre tanulni. Úgyhogy ők ez a Renovabis támogatott engem, ők igazából testvérek, és renovabis.de honlapon érhetők el, és igazából az egész tanulmányt támogatták, tehát nem csak a tandíjat, hanem a szállást is, de azért egy laikusnak azt hozzá kell tennem, nem elegendő, tehát ilyen kis munkákat nekem is kellett vállalnom. Ezek voltak az én kérdéseim, önök kérdései. Esetleg nem csak magával az oktatással kapcsolatban, hanem de többször szó esett. Egy olyan kérdésem lenne, hogy esetleg a Szentkereszt Egyetem és a Pázmány között, vagy az Akadémia
tragédiával esetleg nincs valami közös kutatási projekt, vagy tervezésben, vagy tervezendőben, vagy pedig ami fut, amiben esetleg bele csatlakozunk diákként. Tehát a Al momento no, ma si può, tutto si può organizzare. Jelenleg nincsen, de minden lehetőség megvan rá, hogy valamit készítsünk. Köszönjük a felvetést, elkezdjük törni rajta a fejünket. Ez az első lépés a klímaszállóban. Itt elhangzott, hogy ez az egyetem a sok-sok római intézmény között, az Università Santa Croce, az az Opus Dei-nek az egyetem, ez egy olyan egyházi szervezet, szép szakkifejezés, ezt majd Emmán fogjuk tanulni, hogy személyi prelatúra, aminek a neve többé-kevésbé ugye ismerősen cseng a köreinkben. De különféle konyvaregényekből és filmekből, de azt hiszem, hogy élőben még ennek a prelatúrának tagját ugye nem láttunk körülben. Említsük is meg a fő konyvaregény szerzőt és a tömékedésből jól megfilmesített ugye, a filmjeit. De mi a kérdés? A kérdés tulajdonképpen az, hogy a rend számára ez a publicitás, ami tulajdonképpen egy reklám, ez hogy csapódik le, mert gondolom ez érdekli a hallgatókat. La cosa che abbiamo fatto è una politica di basso profilo, perché più si faceva polemica e più per loro era pubblicità. Úgy próbáltunk gondolkodni, hogy igazából nem beszélni sokat erről, mert hogyha már szóba állunk, akkor az már egy újabb és újabb köröket nyit meg. Però anche creato una certa curiosità intorno all'istituzione. De egy ilyen fokozott kíváncsiságot okozott ez a regény. Per cui abbiamo avuto non poche persone che poi sono venute a far parte dell'istituzione attraverso E qui chi è che vorrebbe fare storia medievale? Chi è che interessa? Chi ha usato i saiani così e poi ha sletti? Uno solo. Ciò che? E invece storia antica? Ukor történetten chi szeretne foglalkozni? Mindenki? Tutti contemporanei? Itt volt egy ókorász? No. E invece contemporanea? Portás történelemmel, vagy modern történelemmel. E moderna? E modern történelemmel, bocsánat. Akkor újkori történelemmel. La maggior parte intende essere insegnante, non storico professivo. Hogy a többség az akkor tanítani szeretne. Archeologia, anche archeologia, non solo storia, ma régészete. És hölgyek urak, hát ez lett volna a második előadásunk, időnk lassan lejár, mivel kicsit bővíteni az egyháztörténeti bevezetésünket és színesíteni szerettük volna a római thesaurus kincsestárnak a bemutatásával.
előző órán. Említettük azt a mondást, kicsit más összefüggésben, hogy quid quid facit studenter facias et respice finem. Hát látjuk, hogy ezt most is folytattuk, hiszen még el se kezdtük a BA képzésünket, már is azt láthatjuk, hogy majd ha befejezzük, milyen lehetőségeink lesznek, és így van ehhez kell némi okosság. És következő órán innentől fogjuk folytatni, és befejezzük a tudománnyal való ismerkedésünket, és elkezdjük magával az egyház történelemmel és az alapokkal való foglalkozásunkat. Nekem most nincsen más dolgom, mint hogy egyrészt megköszönjem önöknek a részvételt, és még inkább megköszönjem Don Carlónak, hogy eljött közénk, és időt, fáradtságot szakított arra, hogy római egyházi tudományosságot és az egyháztörténeti képzést, Szent Kereszt Egyetem egyháztörténeti képzését megismertesse velünk. Nagyon szépen köszönöm, mire grácie, Don Carlo.